A zenei stílusom behatárolása nagyon nehéz, mert hát ugye én jazz zenész múltal jelentke, ö, rendelkezem, és gyakorlatilag mindig is álmom volt egy könnyű zenei formáció létrehozása, csak az a baj, hogy nagyon korán kerültem bele az iparba, így körülbelül a Szipkalux 13 éves koromban alakult, ugye akkor még csak én voltam benne. Ö, és hát ugye még nem volt meg a megfelelő kapcsolati tőkém, ahhoz, hogy ahhoz, hogy ebből a dologból, zenekart kovácsoljak. Ú, így gyakorlatilag elkezdtem csinálni ezt az egyszemélyes dolgot, megtanultam szájdobolni, különböző ketyeréket vettem, ugye a looper pedál, ami az image mi nőtte ki magát. És gyakorlatilag így, így játszottam mostanáig. Egyébként ez érdekes, mert tegnap volt egyébként a lemezbe, be, lemezbe mutató koncertem. Uh, ahol, ahol már egy uh, dobossal játszok, tehát hogy ez már gyakorlatilag nem egy egyszemélyes uh, dolog. Persze ott is uh, játszottam egy-két számot így csak egyedül, de már nem azon volt a hangsúly. Mert, mert gyakorlatilag nem véletlenül vannak a zenekarokban emberek, hiszen sokkal nagyobb spektrumot uh, lehet lefedni zenésztársainkkal egymásra való reagálással. Én, én most uh, elkezdtem dolgozni ezzel az elektronikával, az elektronikus zenével, és uh, erre nagyon nagyon sok példát találtam most Amerikában, akiket egyébként Magyarországon nem is nagyon ismernek, például nowhere vagy anomália, ezek, ezek én nekem ilyen etalonok, és követendő példák hiszen ők is ugyanezt az utat járják, amit én most. Ez gyakorlatilag arról szól, hogy az elektronikus zenének a, a rendkívül sok és a, a technikai lehetőségek által nyújtott nagyon sok opciót kihasználva, ugyanakkor a jazzes jazz jellegét mégis megtartva, ezáltal létrehozva egy ilyen, egy ilyen, gyakorlatilag egy igényes elektronikus zenét. Én nekem ez a célom. Habár most a mostani albumomban inkább már nem a side dob, tehát hogy itt már egyre inkább teret nyer, tehát használ különböző dob szintetizátorhangokat, szintetizátor hangokat, az előző albumaim, azok valóban úgy ö, épültek fel, hogy mindent ö, kizárólag a saját hangom és a gitárom által állítottam elő. Ö, és és ez, ez most egy kicsikét így megváltozott, ebben a, ez, ez egy teljesen új, új gondolkodás volt, ez az új album. Hát ez, ö, ez is nehéz kérdés, hiszen ö, van úgy, hogy egy számon fél évig dolgozom, és csiszolgatom, de van úgy, hogy, hogy, hogy uh, gyakorlatilag a villamoson megírom hazafele, meg már össze is állt, már szöveget is megírom, és akkor uh, gyakorlatilag hazamegyek, és feljátszom a kézdal, szóval ez ilyen nagyon változó nálam. Attól függ, milyen periódusban vagyok. Van, van, volt olyan hónapom, amikor így csak így jöttek, a, jöttek elő belőlem a számok, és uh, én se tudtam így megmagyarázni nagyon, hogy hogy. Hát van így is, úgy is, ugye én basszusgitáros vagyok, az egy, az egy, az, egy, kísérő hangszer, az egy ugyanolyan ritmus hangszer, mint a dob. Tehát, hogyha azt gondolom, hogy a zenészeknek a gondolkodás módja, az függ a hangszertől, amit, amit éppen, ami, amin játszanak. Mert ugye egy basszusgitáros nyilván a groove-ból indul ki, ahogy én is, de nálam is előfordultak már olyan esetek, hogy, hogy gyakorlatilag egy harmóniavázra építettem fel egy groove-ot, és a szöveget volt úgy, hogy a szöveg volt, meg előbb meghallottam egy dallamot, és akkor azt a, a köré írtam, tehát, hogy ez ilyen abszolút abszolút ö, változó nálam. Nekem ez a stílushoz, amit én most felvettem, ez ö, sokkal kompatibilisebb az angol, ugye nem hiába mondják azt, hogy hogy ö, az angol az az -e nyelve és ö, gyakorlatilag a, azt, azt meg ö, ne is tegyük hozzá, hogy ez a nemzetközi nyelv, ugye, hogy ö, M mert én ugye próbálok betörni a nemzetközi ö, piacra is, és ö, ezt mi sem mutatja jobban, mint az, hogy ö, akkor kezdtem el egyébként angoldalokat írni, amikor ö, ebbe a, a Looper világbajnokságba beneveztem, ahol egyébként ö, többszörös diazott is lettem, tehát az, ez, ö, az volt az első nemzetközi elismerésem, és az, ö, az mai napig nagyon bátorít, tehát hogy, tehát hogy én ö, emiatt, emiatt is választom az angol nyelvet. Nagyon nehéz uh, általános következtetéseket levonni, mert uh, tehát, hogy ebben az évben kiadtam két, két, albumot is. Az egyiket mondjuk december, tehát hogy éppen új év előtt, de hogy ezt mondjuk egy évnek. És nagyon magamon is megtapasztalom ezt a hatalmas változást, ami csak ebben a fél évben eltelt, tehát hogy így összehasonlíthatatlan a két dolog. Úgyhogy én így azt mondanám, hogy uh, mindig az aktuális érzelmeim. Tehát mindenféleképpen az én érzelmi világom a központ, de az nem feltétlenül megegyező a fél évvel ezelőttivel. Tehát, hogy abszolút, abszolút, ez a saját magam érzelmeivel vagyok elfoglalva. Hát ugye fontos, hogy hát nyilván, hogy ne legyen unalmas először is, és mostanában elég sok Drum'n'Bass számot írok, tehát ez ilyen 180 BPM körüli, ez maga ez a stílus, tehát hogy ott kezdődik és onnan megy feljebb. Tegnap, amikor Ádival egyébként Klaus Ádám a dobos, játszottam, próbáltuk úgy összerakni a műsort, hogy, hogy ne egy sikon mozogjon, és mégis legyen a műsornak is egy íve, az íve az nagyon fontos a zenében, tehát hogy a zene ugye van, vagy van valahol, vagy indul valahova, és megérkezik valahova és ugyanúgy ahogyan így a mikroegységeket összerakom így a számon belül, ugyanúgy kell a koncertnek is építkeznie. Tehát, hogy én inkább így erre figyelek, amikor összerakok akár egy koncertet, akár egy számot, hogy, hogy mindig menjen valahova, és mindig érkezzen meg, aztán legyen valami konklúzió. Ugye, hogyha egyedül játszok, akkor kénytelen vagyok használni a looper de most ez úgy működik, hogy feltalok egy bitet, mint tudom én, ilyen... és akkor ez tolja tovább. Tehát ez rögzíti és ismétli a végtelenségig, amíg le nem állítom. És így kell minden egyes sávot, aztán rábasszus gitározok, az is megy az is pörög, és így kell felépíteni gyakorlatilag egy, egy, egy egész zenekari apar, apparátust. Most mire ez megszólal? Ez volt a gondom, amikor egyedül játszottam, hogy amíg ez a dolog így felépül, addig eltelik sajnos egy kis idő. Nyilván az látványos, tehát hogy, tehát, hogy azzal is elmegy a, a tehát a közönség számára az is érdekes lehet, de mondjuk egy egyórás koncertet már így végig tolni, az egy feladat. Csináltam azt, és egyébként meg is dísértek utána, mert mondták, hogy egyáltalán nem volt unalmas. Ez nagyon jó esett, de én itt elkezdtem gondolkodni, hogy azért ebben annyira sok, tehát ezt annyira sokáig nem lehet vinni ezt a dolgot, mert le vagy korlátozva erre a három loop sávra, amit felépítesz. Hogyha, márpedig, hogyha te jazz vagy és szeretnél improvizálni, szeretnél uh, nyitottabban gondolkodni az, az uh, zenéről, amit, amit csinálsz, akkor sajnos muszáj, muszáj zenészeket bevenni a bandába, hiszen, hiszen uh, az erről szól, erről szól az a dolog. És tegnap megvalósítottam, hogy gyakorlatilag ennek a kettőnek a metszete uh, lehetett hallható. Gyakorlatilag egy-két dolgot előre rögzítettem, a szintetizátorok, néhány szintetizátor szólamot és így nagyjább, nagyjából ennyit is, tehát nem sok mindent, de pont annyit, hogy, hogy amíg én loopolok, az ne akassza meg a, a dalnak a svungját, most nem tudok jobb szót hirtelen. És gyakorlatilag ez, 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 én, én most megtaláltam így az irányt, mert így gyakorlatilag a produkció is érdekes marad. Be tudok venni magam mellé embereket. Ugye tegnap, tegnap, a, tegnap egy dobos, dobossal működtem együtt. És gyakorlatilag megmarad, a, megmarad az intenzitása, mégis érdekes, mert mégis én csinálom, a, tehát hogy belúpolom a hangomat, meg a basszusgitárt, és a produkció azért görülékenyen megy. Tehát, hogy így. Ez egy külön szakma. Hogy, hogy a PR, meg a management, ez egy külön szakma. Én, én írom a zenéket, megyek tehetségkutatókba, kapcsolatokat építek, ennyit tehet egy zenész ezen a téren, de az, hogy mikor jön el az a pont, hogy, hogy pont az az egy ember, pont abban a klubban meghallja, és nagyon rákattan, és elkezdi finanszírozni, ahhoz szerencse kell. Tehát, hogy ö, gyakorlatilag itt már dolgok nem azon dőlnek el, hogy milyen zenét csinálsz, vagy hogy, ö, vagy, hogy ö, mennyire, mennyire adod oda magad annak a bizonyos produkciónak, hanem az, hogy mennyire lesz híres, az, az egy, az egy más tészta. Az, azt, azt majd, hogyha egy menedzser rá, rád kattan, akkor tök jó, hogyha nem, akkor meg majd játszol egy underground klubban életed végéig, sajnos ez a, ez a zenész, zenész, élete ennyire rizikós, tehát ezzel együtt kell élni, és erre is fel vagyok készülve, erre az opcióra is. Természetesen mindenki szeretné saját magát, a saját maga gondolatait kirakatba helyezni. Talán eljön nekem is ez az idő, Én nem tudom.